Na, sziasztok, Mársa vagyok, ez itt újra egy új játék, és ez egy új Slender the Arrival-os játék, ami című is lehet látni, Slender the Arrival szimulátor, és ez egy 2.0-as verzióval együtt, de sajnos van egy rossz hírem, hogy a Slender the Arrival 2.0-as verzióról sajnos nem lesz videó, sajnos, mert nem tudom letölteni a játékot. Szóval ez a betűtípus még 1.0-as, ez már 2.0-as, és ebben már van 2.0-as verzióból már a Homestead is megvan, de először ezt megmutatom, hogy hogy néz ki. A szimulátorról, egy a játékról annyit kell tudni, hogy nem a karakterünkkel vagyunk, mint a Slender the Arrival-ben, hanem ebből a pályában a Slenderman-nel vagyunk, és az a Darket, az pedig az a karakter, mivel a eredeti Slender the Arrival játékban szoktunk játszani Laurennel. És így, Slenderman, így nem is lehet látni, itt sétálunk felé. És ha nekünk meg, akkor megmutatom, mi történik. De be nem jössz. Ezt fog hinni. Target, killed, you win, te nyertél. Szóval ennyi. És még valamit is meg is mutatok még ehhez pályához. Szóval ez a kettő bonulás, és ez a fal, amit meg is mutatok. Ezt annyit kell csinálni, hogy elmenjünk a tóhoz. Most nem a target felé menjünk, hanem a tó felé. És ha tudni akarjátok, a 2.0-ban mindjárt mondom, mit találok. És ebben van egy különleges rész, különlegesség, így át tudtok menni. Az eredetivel sajnos oda. Most egy papírt felszedett már a Laurennünk. És még a 2.0-ban még itt is van még a jó öreg kis ház és a háttér, a torony háttér, ami ott is van. És most megmutatom, hogy mit utálok a 2.0-ban. Ezt a falat utálom. Hogy mi azt hiszük, hogy az az erdő. Már láttam pár videót a 2.0-as verzióról. Az első pályában, bemenjünk házba, akkor úgy van kész van csinálva a pálya, hogy pálya, és körülött ez a fa, erdős fal, körbe van kerítve, és a torony hátéme messze van. Úgyhogy 2.0-ra, verzióra 10-ből 8-szat adnék. És ha most, ha ide nem menjünk, akkor nem írja ki, a nobody skimming szívjukba mi, és nem is halsz meg. Slenderman ilyenkor el van, tűrdi. És ha lemenjünk a pályáról, akkor sem fog kiírni. Mint a új Slender Axiom 2-ben. És ha nem mész a pályáról, akkor semmi nem történik. Ment van pálya. Na mindent nem mondom. Így leugrottak, így néz ki a fal. Így néz ki. És a háttér. Eltűnt. És nem menem az van. És így néz ki a... Azért. Na, most megmutatom a második pályát, ezt.
Elnyomunk, klik. És a generátoros pálya van. És lapáttal vagyunk. Lapáttal. És itt van egy különösség, itt nincs is kinyitva itt a rácsajtó. És az a lényeg, hogy el kell kapnunk Laurent, mint a eredeti Slendity Arrival-ből is kéne. És így a Laurent sávirág itt az arcunkra. Így. És így néz ki Laurent. Szétpohozom Laurent így, és még egyet megmutatok még, hogy mi van ebben a pályán mögött. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, ez a hard verziója, mert a Slendity Arrival hard verziójában van kanna, és úgy kell beindítani. Hát sajnos, leugrunk, és itt is unisz ki a pálya. Itt nincs sajnos a torony. Hát ez a kettő pálya ebbe a pályában van, és még megmutatok valamit ebbe a pályában. Aki ismeri a 2.0-es verziót, az jól tudja, hogy az egyik generátor, ha bekapcsoljuk a 2.0-es verzióban, akkor valamelyik nem zölden világít, hanem sárgán. Mint most meg is mutatok, ha megtalálom azt a generátort. Jó, és itt van belül egy lámpa. Az 1.0-ban nincsen. Lámpa rajta. És mindjárt átjönünk az utolsó pályára. Tehát itt. És itt van még sárgan. Sárga színű világ itt. Valahol van Lauren. Lauren karakterünk, ami nincs is. És most jön a következő pálya, az az utolsó, a Homestead. Ami úgy néz ki, mint a 2.0-ban. Farmos, és Charlie-val vagyunk, csak Charlie-t nem lehet látni, a karakterét. Így az hang, Charlie-nál az a futóizé. És a háttér, ugyanaz a pálya. És ha kár, hogy nem úgy csináltam a Homestead verziót, hogy nem ilyen kerítés, hanem mint a papírosnál, ott van a hely. És ott van a zöldes ember, akit el tudnak kapni. Ez történik ilyenkor. És ennyi a játéknak a bemutatása, és szerintem nem lesz több videó erről a játékról, csak ez az utolsó volt. Mert ebben nincs semmi feladat. Csak el kell kapni a karaktert, Roland ebbe a bájában egy férfit, és ennyi. Ha először látjátok a videóimat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, amivel tudok engem támogatni, és a like gombot, és még és a játékot Gameolt-on találtam, és ha akarjátok, a leírásban lesz a link, úgyhogy a következő videóban találkozunk, és szevasztok!